Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt vagyunk újra Családőrzők című műsorunkkal. Harmadik műsort áldozzuk a pályaválasztás kérdésének. Nem véletlen, hiszen nagyon fontos kérdés, és mint kiderült, szövevényes is. Most is köszöntöm szakértőinket, vendégeinket, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm Papp Csilla, életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És nagy szeretettel köszöntöm Gábor atyát, azaz Tornyai Gábor plébánost, mentálhigiénés szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Annyira izgalmas beszélgetés zajlott itt, mielőtt elkezdtük volna az adás felvételét, és ugyan nem feltétlenül a pályaválasztásról szól, de mégis egy kicsit ide köthetjük. Ugye sokat beszéltünk arról, hogy a gyerekeknek mennyire tudja, vagy nem tudja a szülő meghatározni, hogy merre induljon, és megállapítottuk, hogy a mai világban ezt azért nehéz, és inkább a gyerek felé kell orientálódni, őt kell figyelni, hogy neki mi a jó, és hogy ő mit szeretne. Én azt hiszem, hogy jól foglaltam össze, amit eddig elhangoztak, de most egy kicsit akkor beszéljünk arról a stúdió beszélgetéshez kötődve, hogy bármivel is mégis tudjuk-e egy picit segíteni őt a jó irány felé. És itt nem akarok szakmákat megjelölni, hogy az miért ne legyen a gyerek, és másik szakmát, hogy miért legyen, de mégis valamivel tudjuk-e mi terelgetni őt, vagy őt magát változtatni a készségeit? Hát a készségek változtatása ez egy folyamatos fejlődés során fog kialakulni, és aztán, hogy mihez lesz különösen a gyereknek tehetsége akár, az majd úgy is kiderül, ha van valamiben tehetsége. Ez akkor fog Isten igazándiból izgalmas és érdekes lenni, amikor azt nézzük, hogy a gyereknek a személyisége hogyan változik, hogyan fejlődik. Ugye az előző adásokban, nem tudom már melyikben szó volt arról, hogy a kortárcsoportnak a hatása. Ugye a pici gyerek, amikor megszületik a családban, akkor az én anyukám, meg az én apukám ott fönt, azok a nagy erősek, ők aztán minden, és csodálatos, és ők megvédenek, és képesek engem segíteni, támogatni, ellátni. Oké? Viszonylag korán eldől, hogy a gyereknek milyen státuszt jelöl ki a család, és ezt a család fogja kijelölni. Nem a gyerek fogja a saját státuszát kijelölni, hanem az anya, meg az apa. Ha a gyerek uralkodásra tör, akkor ő fogja irányítani a családot. Akkor kevés esélye van a családnak arra, hogy a gyerekből kihozzák a maximumot. Még ha a szülők irányítanak, akkor van esélyük arra, hogy a gyerekből a lehető legjobb kijöjjön, és a lehető legjobb konstelláció jöjjön fel. Ezt csak örülök, hogy ezt mondtam, ez járt a fejembe, hogy valahogy ezt hozzuk egy picit így vissza, hogy a korábbi adások után. Hát ugye apa és anya a főnök. Igen, és nem én vagyok gyerekként a főnök. De ennek nagyon-nagyon sok, tehát ez nagyon sok téma kapcsán előkerül ez a dolog, de most, ha már a pályaválasztásról és a személyiségfejlődésről beszélünk, akkor azt kell látni, hogy én azt a gyereket tudom jól irányítgatni, jól terelgetni, azt tudom olyan élethelyzetekbe belevinni, akit én tudok irányítani. És nekem addig kutya kötelességem őt irányítgatnom, amíg ő nem tud önjáróvá válni az élet minden területén. Hogyha egyszer én azt mondom ennek a gyereknek 5 éves korába, hogy akkor most elmegyünk lovagolni, és elmegyünk a lovarda közelébe, és ott meg fogja érezni a széna illatát, a lócitrom illatát, a lónak a szagát, a szélnek a szagát, a virágnak, az esőnek, a nem tudom én minek, fog vele találkozni. De ha én megengedem a gyereknek, azt mondja, hogy nem akarom, és akkor nem megyünk, akkor a gyerek ezzel soha nem fog találkozni. És most csak egyetlen egy példát mondtam, ami egy, azt gondolom, életszerű. Tehát nem lehet a gyerekre ráhagyni egy csomó dolgot. Hogyha ő neki kifejezetten fóbiája van valamitől, mit tudom én, ne akarjam őt hegymászónak küldeni, hogyha a magasságtól fél. Világos. Ez egy teljesen egyértelmű dolog. Akkor dolgozhatunk azon, hogy le akarjuk küzdeni, nem akarjuk leküzdeni, nézzük már meg a családba, ki fél még a magasságtól, aztán akkor innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy neki honnan szedte a gyerek ezt. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog. Az egész családnak a változása kell, hogy megtörténjen, ahogy növekszik a gyerek, úgy növekednek a terek, úgy növekednek a feladatok, úgy növekszik összetettségében és szerteágazóságában az életük. Erre folyamatosan változnia kell a család minden tagjának. Na, ezen közben kötelességünk nekünk arra figyelni, hogy én is változom.
te is változol, de a gyerek változására kell koncentrálnunk. Addig, amíg a gyerek a családban van. Aztán majd, ha kirepült, akkor majd megvalósíthatom a régi gyerekkori álmomat, és igen, mehetek mandala festést tanulni, vagy csellózhatok, vagy mit, akármit is csinálhatok. De addig, amíg ott van a gyerek, addig az én kötelességem, hogy a gyerek megkapja azokat a lehetőségeket, amiktől ő felnőtté tud válni. De ehhez az kell, hogy őt időnként beletegyük olyan helyzetekbe, ahol bizony neki meg kell küzdenie, ahol hely kell állnia. Nagyon nagy hiba, ha a szülők azonosítják a gyereket az eredményeivel. És itt mondhatnám a jegyeket, mondhatnám az érmeket, mondhatnám az időket, minden, tök mindegy. Tehát, hogy nem az eredménye a megvalósítása a gyerek életének a legfontosabb része. Igen, eredményorientáltak vagyunk, igen, a felnőtt világban ez nagyon-nagyon fontos, de addig, amíg gyerek, addig hagyd legyen gyerek, addig hadd kalandozzon, addig hadd ismerje meg ezt a világot, azokon a csatornákon keresztül, ahol ő most az életében tart, és lehetőséget kell neki adni. Tehát, ha nem fogjuk túlfélteni, ha nem engedjük uralkodni, akkor a gyereket lehet irányítani. És azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol az is belefér, hogy a gyerek, és erről is beszélgetünk korábbi adásokban, hogy oké, hogy van egy irány, ami felé úgy elmozdult a gyerek, és úgy segíti a szülő, hogy akkor hát ez lesz a pályaválasztás, de hogy mellett ez a sok szál, amiket ő megtanulhat, az szintén a személyiségének a kibontakozásához vezethet. Tehát, hogy ő lehet, hogy tehetséges is sportban, és akkor azt mondjuk, hogy akkor nyomjuk, hogy heti akárhány edzés, de hogy mellette mondjuk ő szeret rajzolni, akkor abban is ki tudjon bontakozni. Tehát, hogy ezeket az irányokat segíteni, támogatni, hogy pont azzá válhasson, mert azt gondolom, hogy felnőttként is attól tudunk igazán jól érezni magunkat. Én sok felnőttel találkozom így beszélgetésben, és szerintem ti is találkoztok így, hogy oké, hogy elindultam, megtaláltam egy pályát, anya lettem, apa lettem, igen, de hogy azt érzem, hogy valami még itt van bennem, ami nem bontakozott ki gyerekkoromtól kezdve, de hogy valamit még mintha csinálnom kellene. És hogy azt gondolom, hogy ez a fajta személyiség kibontakozás, vagy kinyílás, ez azon túl, hogy megtaláltam valami élethivatást, életpályát, amiben benne vagyok, azt teszi igazán színessé, meg élhetővé, hogy rátalálok azokra a saját belső értékeimre, kincseimre, vagy lehetőségeimre, tehetségeimre, amik még engem tesznek színű. Ez a szép virágcsokor, nekem nagyon tetszik, hogy nem csak egy színű virág van benne, hanem az egész teszi szépé igazán. Tehát ez a sokféle szín teszi igazán szépé azzal, amitől az ember szívesen ránéz. És szerintem valahol a mi emberségünk is egy ilyesmi, hogy nem csak egy valami vagyok, hanem attól válok igazán érdekessé, szépé, hogy ott azok a sok-sok színek ott kibontakoznak még mellett, ami még én vagyok. Ezért is fontos, bocsánat, hogy kellenek a gyerekeknek, ugye, amit mondtál, a tapasztalás, az élmények, és olyan esetleg negatívnak tűnő helyzetek, amiben megmérettetik, és így alakul ki a lelki ellenálló képessége. Igen. És ami szerintem a pályaválasztásnak a kulcsa, bocsánat, csak annyira itt van már a számon, hadd mondjam ki, hogy nem úgy keresünk pályát, vagy munkát, vagy hivatást, vagy nem tudom mit, hogy cool, vagy mennyit keresek vele, vagy menő-e, hanem hogy én mit szeretnék csinálni. Hogy mi az, amivel hosszú távon szeretnék foglalkozni. Nyilván ehhez már kell egy érettség, a személyiségfejlődésnek a beérkezése, amikor már meghaladja önmagát, és már képes ezt megfogalmazni. Tehát itt már nyilván a 20-as évei környékén jár az a felnőtt gyerek, aki már ezt a kérdést fel tudja magának tenni, mert hogy itt van a probléma, hogy a szülők ugye nagyon sokszor azt nézik, hogy mivel keres sok pénzt, mi az, ami menő, amire ő büszke lehet, vagy anyuka, apuka meg nem valósított álmát. Ez egy kulcsmondat, hogy én büszke lehetek rá. Csak nagyon nagy baj az, hogyha a szülő csak akkor tud büszke lenni a gyerekére, hogyha a gyerekével, bocsánat a rosszóért, kérkedni mutogatni lehet. Mutogatni tudja, hogy igen, itt van az én alkotásom. Az nekem a legnagyobb fájdalmam, amikor, mert ilyenkor a gyerek ki van használva és fel van használva egy olyan cél érdekébe, ahol ő nincs emberszámba véve. Tehát ez a legnagyobb rossz, amit egy szülő tehet a gyerekével, hogyha rákényszeríti ezekre a dolgokra. És az de ő van, meg nem valósult álmát. De van a másik végletés, amikor én találkoztam olyan szülőkkel, és biztos, hogy ti is találkoztatok, amikor állnak a szülők, hogy
Hát, oké, hogy a gyerek ebbe teljesen belefeledkezett abba, amit most úgy megálmodott magáról, hogy ő most nem tudom, mit fog csinálni, és hogy oké, hogy csinálja, de hogy mi ezt nem értjük, meg hogy ez most, ugye most ez a digitális világ, internetes világban a gyerekek, akik így belelépnek, és ennek a mindenféle ilyen, nem tudom, ilyen hogy mondják, véleményformálók, meg ugye most ezek ilyen trendek a neten, hogy akkor valaki leül, és mit tudom én, abból keres pénzt nekem. Én egyik baráti családomban van egy ilyen srác, egy fiú, aki mindig ezekről mesél, és nagyon érdekes így hallgatni. Valaki abból keres pénzt, nem kevés pénzt, hogy ő leül és játszik. És ezt megosztja a nagy közönséggel. Biztos, hogy a szülő nem ezt szánta neki. Igen, csak hogy mondjuk ez például egy csomó gyerek számára például minta tud lenni, hogy hát itt van ez a játékos, ez a gamer, vagy nem tudom, azt hiszem gamernek hívják őket. Itt van ez a gamer, napi 24 órában játszik, x ezer nézője van, és ebből nagyon jól meg tud élni. Vagy a másik, aki szintén mondjuk ilyen véleményformáló, és ő arról beszél, hogy a nem tudom melyik világmárka cipőjét hogyan kell fölvenni, és ez mennyire jó. Az influencerek, és ez most trend, és a fiatalok számára ez trend. A szülő meg azt mondja, hogy te milyen munka ez? Hát ebben hogy lehet megélni? Ez nem is rendes munka. Most akkor, és ha a gyerekembe az indul el, hogy ő influencer akar lenni, mert most éppen ez a trend, meg ezt jelátja, akkor vagy a szülőként... De Gábor, ahhoz, hogy valaki influencer lehessen, bocsánat, azért ezt tudni kell a világról, meg önmagáról. Tehát azért addig a szülő megteremtette annak a gyereknek azt a lehetőséget, hogy ő kiteljesítse magát annyi idős korára olyan személyiségé, aha, hogy ő ezt föl tudja vállalni. Aha. Hát bocsánat, az a gyerek, aki így van, de hogy gyerek elkezdi ebben az irányba beépíteni magát, hogy akkor van egy szuper influencer, ha már most ezt hoztuk így példaként, és akkor ő ebben, meg abban a témában ott van, és akkor most ő ráfekszik az internetre, és elkezd foglalkozni egy ilyen témával, az is egyfajta kibontakozás akkor annak, hogy akkor ebbe az irányba mozduljon el, és a szülő azt mondja, hogy majd kinövi remélhetőleg, és akkor majd lesz egy újabb korszaka. Nézd, én azt gondolom, hogy az az ember, akinek sikerült felnőtté válnia a nevelése végére, az ember felnőttként már el tudja dönteni, hogy neki milyen igényei, milyen lehetőségei vannak, észreveszi ezeket a lehetőségeket, hogy ki tudja általa elégíteni az igényeit. Aztán itt körbeírt a történet, hogy ha ez rendben van, akkor ő boldog ember. Eközben lehet családapa, családanya, és teljesen mindegy, hogy ő mivel keresi a kenyerét, hogyha azzal el tudja tartani önmagát, meg a környezetében élőket, akikért neki felelősséget kell adnia. Tehát innentől kezdve mi mondhatunk kéket, zöldet, és mondhatjuk az úristen, ilyen szakma nincs. Hát most persze, hogy nincs. Nincs ilyen szakma, de van egy ilyen jelenség. Hát én ismerek olyan 10 éves gyereket, aki többet keres, mint az anyukája meg az apukája együtt, mert neki van valami kereskedelmi vénája, valamire ráakadt, valami szembe jött vele, és ő azt elkezdte csinálni, és köszöni szépen, boldog a világban. Tehát, hogyha ő nekik valószínű, hogy olyan családból származik, ahol a pénz fontosabb érték, mint ez, vagy az, vagy emez, vagy amaz. Vagy most ez is teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy ő úgy tudja magát megvalósítani. Ez ebben egy az nagyon esetben nagy mi jó baj. Szülői magatartás, hogy, a gyerekem 10 évesen mondjuk többet keres már, mint én, hogy ő tud-e, mivé fog ő majd válni, vagy nekem szülőként nekem támogatni kell a 10 éves gyerekemet, hogy tök jó, hogy ennyit keresel és csináld ezt, vagy azt mondani, hogy édesfiam, tök jó, hogy ezt csinálod, de azért legyen egy normális szakmád. Elnézést, hogy nekem van egy ilyen kliensem, aki pontosan ez, amiről nem kereskedik, informatikus, fantasztikus dolgokat, webes honlapokat csinál, stb. 14 éves kora óta ő tartja el magát, de a szüleivel él. Most fog egyébként egy neves magyarországi egyetemen majd diplomát szerezni, tehát közben ő tanult is, de 14 évesen ráfogott, ráérzett valamire. Egyébként ez az információs társadalom lényege, hogyha a fiatalok informatikában, hogy egy új nemzedék ezt ki tudja dolgozni és ügyesek, hát miért ne? Csak a szülő felelőssége szerintem ott van, hogy te még kiskorú vagy. Tehát még mindig én mondom meg, attól függetlenül nagyon ügyes vagy, zseni vagy, büszkék vagyunk rá, örülünk, de hogy még mindig azért a kereteket én adom. Uh-huh. Ez pontosan így van. Ez a lényeg. Az én környezetemben is van olyan kisgyerek, aki ének, zene, színészetben óriási tehetség és hatalmas dolgai vannak, és olyan gázsia van neki, hogy igen, és ott is megbeszélik vele, hogy igen, ez a te pénzed, ezen a számlán így van, kezeljük, igen. De... Tehát 14 évesen nem várhatod el a gyerektől azt,
hogy tisztában legyen a pénznek, mint értéknek a fogalmával, mint a világ meghatározója. Tehát ezt egyszerűen nem lehet tőlük elvágni. Ő neki még nincs ilyen értékítélete. Nincs kialakulva. Tehát erre igenis a szülőnek kötelessége figyelni. Persze a mai törvények szerint 18 évesen felnőtt lesz, és nagykorú valaki, hát én azért sok 18 évesen találkozom. Aki még nem felnőtt. Sok minden korunk eszembe, csak az nem, hogy felnőtt. Viszont olyannal is találkozom, aki nagyon korán, nagyon éretten kezeli a dolgait, és tisztán és világosan látja, hogy mi történik körülötte. Látszólag nagyon-nagyon szépen tudná ő már irányítani azt, amit ő szeretne, de mégis benne van az, hogy úristen, hibázhatok. Uh-huh. És ugye milyen családból jön ez a gyerek? Anyanyelvi szinten beszél. Két nyelv, három nyelven a magyarral együtt, ta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 , és most ott áll ő is, hogy pályaválasztás, hogy kössünk vissza az előző témára, és úristen, most hova menjek, mert hogy ez is, az is, ez is, amaz is. És bizony-bizony benne van, hogy apa azt mondja, hogy mit tudom én, orvos leszel, anya azt mondja, jogász leszel, a nagypapa az nem tudom, közgazdász volt, te érted? És közben ez a gyerek meg egyszerűen csak fazekas akar lenni, mert imádja a mintákat rajzolni, meg amikor agyagos a keze, meg nem, érted? Tehát, hogy könyörgöm, nem időntsük már el, hogy mitől lesz boldog az a gyerek. És ne azért legyünk büszkék rá, és mert pontosan, hogy ki lehet címkézni, hogy mert az én kislányom, az én kisfiam, három diploma, négy nyelv, persze nagyon jó, aki ilyen beállítottság, és tényleg akar tanulni, ha belső igénye van arra, hogy tanulni akar, de ne azért szerezzen diplomát, mert az az én elvárásom, mint szülői, hanem az ő saját igénye, belső igénye legyen. Ez az egyik dolog, hogy az ő igénye legyen, a másik dolog pedig az, hogy nem tudom támogatni azt a gyereket, hogy menjen egyetemre, főiskolára, akárhova, hogyha nekem nincs olyan képzettségem, és nincs olyan végzettségem, és én nem látom, hogy annak mi a haszna. Tehát nagyon sokszor mondja azt a szülő, hogy gyerekem, hát legyél már könyv. Tudod, mit keres ma egy könyves? Tudod, négyzetméter áron mennyit keres egy festő? Egy tudod, burkoló. Hogy egy burkoló mennyit keres a mai világban? De egyetem, hagyjál már, hány millió, mire diplomád lesz? Mennyi pénzt keresel meg pont annyi idő alatt? Tehát értitek, hogy a család fogja meghatározni azt, hogy az alapattitűdje milyen a gyereknek egy bizonyos korig, aztán jön a kamaszkor, amikor a kortárs csoport százszor erősebb lesz a környezetével és meghatározásával, lásd Gábor atya, hogy milyen hatásokat fog adni, és bizony-bizony ott nagyon sok minden dől el. De ha azt a gyereket olyannak neveltem, hogy 16-17 éves korára ő képes egy ilyen csoportba megállni a helyét, és képes önállóan tagja lenni egy ilyen csoportnak, anélkül, hogy anyuci, apuci hozná, vinné, tenné, rakná, akkor van esélye. De ha 15-16 éves korában még nekem kell hozni, vinni, nekem kell megmondani, még én vasalom a ruháját, én rakom be a szekrénybe, még én készítem el a szendvicsét, na, bocsánat, hagyjuk futok már. Utána a tesi cuccával, mert igen, én is hallok, igen. Meg az otthon maradt füzetével, de már igen, középiskolába járt. Igen. Tehát, hogy azért ez hogy fog felnőtté válni, gyerekek? Komolyan, ez az örök kérdésünk, azt hiszem, ebben a műsorban, nem? Igen. Tehát, hogy amit állandóan fölteszünk, a párkapcsolat, a szülő-gyerek viszonya, az egészséges beteg, a pályaválasztás kapcsán, hogy egyrészt, mert a legfőbb kérdés szerintem ebben is, hogy az egy dolog, hogy most a gyerekről beszélünk, de hogy a szülő felnőtte. Mert hogyha a szülő maga sem nőtt fel, és nem egy érett módon gondolkodik, és nem úgy hozza meg mondjuk a saját életéről a döntéseit, hogy ez egy olyan szép dolgokat elsorolgattál, hogy milyen az ideális felnőtt ember, hogyha nem... nem... Könnyű volt, mert mindenkire ránéztem. Köszönjük. Köszönöm szépen. Igen, mindig ezt tudtam én magamról is. Tehát, hogy így... Tehát, hogyha nem így, nem, tehát, hogy ő önmagával sincs rendben, és megmondja az örök témánk, szintén már az önismeret, akkor sokkal nehezebb neki magának is segíteni a gyerekét, hogy azzá váljon, meg ugye megtörténni a leválás, meg az önálló élet. Úgyhogy ez egy ilyen folyamatos fejlődés is talán a gyerekem kibontakozása, meg az én kibontakozásom, a gyerekemmel való viszony, meg az én felnőtté válásom, hogy ő az lehessen, meg én az lehettem, meg az vagyok-e, akinek lennem kell, megtaláltam-e önmagamat az életemben, ott abban az életállapotom, amiben vagyok, mert akkor fogok tudni segíteni, azt gondolom, hogyha én magam is valami... Tudjátok, mi az én legnagyobb bajom?
hogy beszélgetünk itt most a pályaválasztásról, ami egy nagyon-nagyon fontos téma, nagyon-nagyon meghatározza az embernek az életét. De Isten igazándiból nem az határozza meg, hogy milyen pályát választ, hanem az, hogy milyen emberré válik. Tehát, hogy én azt látom, hogy amikor bejön hozzám segítséget kérni, mit tudom én, 20x éves, 30x éves ember, és kiderül, hogy az önálló életvezetésre alkalmatlan egy csomó területen. És azért, hogy elmeneküljön ebből, jön a drog, jön az alkohol, jön ez, jön az, jön az, most az megint más téma, de hogy ezek azonnal át fogják venni a helyét és a szerepét, vagy akár a játékszenvedély, hogy maradjunk az informatika világában is, mert hogy ott sikert ér el, ott béke van, ott nyugalom van, ott nem kell teljesíteni, ott minden oké, és amikor meg a valódi életbe helyt kell állni, akkor meg kiderül, hogy egy káosz lesz az életem. Nem tudok prioritásokat fölállítani. Főként az érzelmi területeken egyébként, főként, mert ugye azért menekül a professzionálisba, mert ott nem kell érzelmekkel, emberekkel foglalkozni. Így van. És onnan menekül, ez az egyik. De ami szerintem, ugye azt mondtuk, hogy a felnőtté válás, vagy hogy hogyan lesz felnőtt, de ami az egésznek a lényege és az alfájózó, meg ez a fejlődés. És ugye az élet célja az a folyamatos fejlődés. Tehát, hogy A-ból eljutok-e Z-be, vagy csak A-ból eljutok A-ba vagy B-be. Én abban akarok csak így rákapcsolódni, amit mondtál, hogy tényleg azt mondom, hogy teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy most ki szakmunkás és ki egyetemi végzettségű, kinek ilyen olyan végzettsége van, hogyha ő valóban azzá tudott válni, ami ő. Én nekem most egy nagyon saját személyes élményem van, csináltam egy nagyon nagy baklövést nem is olyan túl régen, így a papi szolgálatomban, és hát emiatt egyik családdal nekem így, hát egy nehézségem akadt, és ugye, hogy egy kovács ember jött el hozzám beszélgetni, hogy neki szüksége van arra, hogy amit én elrontottam, és amit én csináltam, hogy ez a helyére kerüljön. És akkor én itt vagyok a mentálhigiénés szakember, meg a pap, meg nem tudom micsoda, és leültem ezzel az emberrel beszélgetni, és egy hatalmas élmény volt számomra, hogy ez az ember olyan felnőtt módon egészségesen dolgozik saját magán a helyzet megoldásán, hogy szerintem ezzel egyetemi diplomával és mentálhigiénés szuper végzettsége végző ember nem tud így ilyen egészséges módon foglalkozni saját magával. És nekem azért volt jó például a vele való beszélgetésem, mert hogy nekem is segített, hogy én magam is ugye a helyemre kerüljek ebben a krízis helyzetben, ami meg sokkal erősebb volt és sokkal nagyobb élmény volt, hogy egy, nem tudom, ez az ember a maga egyszerűségében megtanított engem arra, hogy hogyan is kell normális emberként létezni, találkozni mondjuk valakivel, aki elég nagy markáns hibát követel, de hogy mégis a helyére billenjen dolog, és ő nem szuperdiplomás ember, hanem egy egészséges lelkivilágú ember. Nekem ez egy nagyon nagy élmény volt. Csak hogy azért, mert hogy ő a helyén van. Tehát én azt gondolom, hogyha ő az életében a helyén van, és rendben vannak a dolgai, és ő elégedett, mit ne mondjak, boldog, hát akkor ő ezt fogja sugározni magából a világ felé, és tud utat mutatni azoknak a vaklászoknak, akik nagyon magas szinten szeretnének, nem tudom én milyen magas röptű dolgokat csinálni, onnan lehet jó nagyokat esni egyébként pofára, ezt már régen megtanultuk. Igen, tudunk baklövéseket csinálni, ettől vagyunk emberiek, és ezt is meg kell tanítani a felnőtté váló gyereknek, hogy ne akar hiba nélkül való lenni, sőt, fiam. Kötelező hibázni, és a hibából tanulni, és így javítani. Ez van a lényege. És ez a fejlődés maga. Igen, igen. Hát ez adja a lehetőségét annak, hogy van még műsoridunk? Mert engem már csak ez érdekel, de még van egy téma. Nagyon elkezdett most, hogy már a csinos, mert szerintem, hogy készül arra, és mi az a következő adásunkban? Én azt hiszem, hogy beteljesült az a vágyam, amit ennek a műsornak az indításakor magam elé tűztem ki célul, hogy okos témájában nagyon mozgó és szakemberek ilyen témákról így beszélgessenek. Most megfigyelő voltam a műsorban, és nagyon jó volt. Élvezet volt hallgatni titeket. Örülök, hogy így elragadott a hív, és ezt így megvitattátok. Biztos, hogy fogunk még erre a témára is visszatérni, de beszélgetés közben nagyon sok új téma fogalmazódott meg bennem, amiért érdemes lesz majd folytatni. Nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Fekete Cseri Zsuzsannának, Papcsillának és Tornyai Gábor atyának is természetesen, és köszönöm most is a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak, mint látják, bízom benne önök is úgy gondolják, hogy érdemes volt, és érdemes lesz egy hét múlva is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!